Üzletek már csinált HTML kódot, mondjuk weblapot, dizájnot, stb. Oké. Első gyakorlat megvan. Második gyakorlat. Ki az, aki szentség állt már akkor, amikor az egyik böngészőn tök pegge volt, és felkerült egy másikra? Oké. Na, hát ez az egész e-könyves dolognak az alapfeje, ugyanis mostanra ott tart a világ, hogy a szétvált a könyv egy archiválási funkcióra, meg egy megjelenítési funkcióra, több tudományos, az archiválási funkcióra ennyien belőle simán tudok ilyet mondani, arra a legkirályabb az XML, mindent lehet erre csinálni, amit könyv elérhet. Egy baj van vele, hogyha én natívban nézem az XML kódot, az azért nem annyira felhasználó barát. Tehát kell mellé egy parser, és a mostani könyvformátumok, amik bemegy gyakorlatilag, ez az Amazonnak a Mobia, meg a PRC, ez is XML alapú, meg az EPUB is XML alapú, és ugye ott kellene tartani a világnak, hogy van frankó XML szabványom, vannak kiváló parszereim, és user mindent lát, amit látnia kell. Egy baj van vele, hogy még az Amazon csak-csak megoldottam, mert ő csak egy cég, tehát ő azért nagyjából kordában tudja ezt tartani, de az EPUB-ot az egy szép nagy konzorcium rakja össze, csodálatosan megdizájnolták. Az EPUB az engem leginkább arra viccre emlékeztet, hogy a teve az tulajdonképpen egy versenyló, amit egy bizottság rakott össze, az EPUB.ilyen. És az vele a feleség, hogy szuper a szabvány, tényleg mindent tud, de nincs egyetlen egy olyan platform sem, ami ezt mindent tudná, és ahány platformon az annyi mindent ábrázol ebből az EPUB dologból, és ezért fáj az, hogy ha én nagyon klasszul kioptimalizálom az e-könyvemet egy bizonyos platformra, az 99,5%, hogy valami miatt nem lesz annyira frankó egy másikon, és ebben a világban azért bőven vannak most már platformok, amik méretben sem tudják dominálni a másikat. Jellemzően ilyen a klasszikus Adobe parszerépülő EPUB világ, az összes Sony, Kubi, Nuke hasonló történetek, és ott van az iOS, aki egészen más utat választott, ő is megjelenít az EPUB-ot, de más preferenciák mentén. És ahelyett, hogy a világ abban az irányban ment volna, hogy legalább ezt oldjuk meg, hogy egységesen ábrázoljuk ezt a dolgot, és akkor tényleg mindenki ugyanazt látja, ugyanazt a szépséget, azt mondják, hogy nem, ez nekünk túl jó lenne, itt van a szép új világ, most már EPUB 3 van az EPUB-osoknak, és KF8 van a Amazonnál, ami sokkal több dolgot tud, mint az eddigiek, twice as amazing, de ezt már valaki mondta. És beletettek feature-hegyeket az új szabványokba. A pici gond az, hogy az előzőeket sem sikerült rendesen megoldani, de mostantól, hogyha nagyon összegyűrközünk, akkor már tudunk JavaScript-et beletenni, videót, hangot és mindenféle csillogás, villogást és hasonlókat. Szerintem nem ez a könyv jövője, bőven van még potenciál a meglevő szabványokban is, úgyhogy jó, hogy vannak ilyenek, meg majd biztos lesznek, akik kihasználják, de szerintem ez exotikum, és aki rendes elkönyvet akar csinálni, az uralja a régi formátumokat. Szerintem azon nagyon messzire el lehet menni, és remélem az olvasók egyszer hálásak lesznek azért, hogy ezek a dolgok rendesen össze vannak rakva. Kérdés? Egy, kettő, három. Jó, mi a közös nevező? Tehát mi az a minimum, amit minden tudni fog a boldon túl? A boldon túl? Hát bold italic underscore megy, linket be lehet rakni, igazítások mennek. Monospace font? Monospace fontot tudok, igen. Betűméret? A betűméret az már nem a publikáció része, hanem a megjelenítésé, de a betűméretek közti különbségekkel már lehet játszani. Kis csodák már ott vannak. És nagyjából ennyi, még labdobást azt nem tudunk csinálni minden fontos, sőt a magunkkal is lehet egy picit játszani, de nem minden oldalon ebben a pillanatban. Még egy jó hír van, hogy ha az EPUB-ot tisztességesen megcsinálja valaki, akkor a drága jó Amazon az sunyizik, mert ad egy olyan parancsolós konvertert, ami megeszi az EPUB-ot és csinál belőle Amazon anyagot. Ez fordítva nem igaz. Úgyhogy ha valakinek már van EPUB-ja, akkor nagyon nem lehet elveszve. 2, 3, 4. Ez mind szép, meg mind jó, hogy van ez az EPUB. A Kindle Fire-nek a saját formátban megőrülve. HTML, amit azért most már így sikerült hogy annyira összekalapálni, mert vannak olyan böngészők is, mint akár több platform is, hogy ugyanúgy jelenítik meg legalább az ilyen egyszerű szöveget. És? Miért nem ez? Azért nem, mert vannak olyan funkciók, amiket azért el lehet várni ettől a könyvtől, kezdve a metaadatok kezelésével, amit nem nagyon tudsz hova tenni értelmes módon, tehát le kell szabályozni, hogy hova teszed őket, és van egy pár olyan dolog, ami miatt
kellemesek ezek az elkönyves formátumok, például jól lehet ilyen keresztben fájolni, amikor mondjuk egy szótár keresést ráfutatsz egy anyagra, az jó dolog, hogy ezt le tudja kezelni. Az, hogy tud könyv hierarchiát kezelni, hogy fejezeteket ugrasz, meg nagyobb részeket, ezeket megjelenített, ezt elég szépen meg tudja csinálni, és ezt egységesen kell kezelni, és ilyen szempontból a dolog szűkebb, mint a HTML. Tehát az elkönyves formátumok azok mindig is a HTML-nek egy subsetje. Most ott tartunk, hogy ezek az új formátumok a HTML5-öt meg a CSS3-at támogatják, a formátumok igen, a megjelenítéssel vannak gondok, meg az előállítással. Nekem egy olyan kérdésem, az oké, hogy a Valez elpúvok így rosszak, úgy rosszak, de miért rosszak az Amazon saját elpúvjai? Tehát, hogy én szakkönyvet nem vagyok hajlandó venni az Amazonon, mert például a képek azok úgy vannak betömörítve, hogy már kicsibe se látszik, mert itt van, már kiderül, hogy az volt a napi felbontás. Erre két válasz van. Az egyik az, hogy a régebbi formátumokban szegény Amazon még nem tudott vektoros képeket rakni, a KF8-ban már van natív SVG támogatás. Én nem tudtam, miért jó ez a KF8, és megkérdeztem a tanulbarátomat, hogy ennek miért kell örülni. Van SVG, és mostantól kezdve a vektoros ábrákat úgy nagyítod, mint a vihar. A nagyobbik baj viszont az, hogy mondjuk úgy kétféleképpen lehet elektronikus publikációkat csinálni. Lehet szépen kézzel, és akkor vagyok könnyekig a kódban, optimalizálok, ellenőrzöm, megnézem, nem frankó, de ez pénzbe kerül és időbe. És vannak az ipari megoldások, amely olyan, mint a borotválkozógép, hogy hát ő borotválkozógép. Mindenkinek különböző az arca. Először igen, és a te könyvben az ilyen, hogy átesett rajta, és... Három könyvben ilyen. Ugye az a baj, hogy amikor... Akkor most azért lehet személyeskedni, ugye? Tehát vannak olyan kedves kis kiadók, akik rászállják ezt a dolgot, hogy akkor tényleg ügyfél az lássa a maximumot, és mondjuk kapjon hibajavító release-eket, azt szerintem nagyon nagy királyság. És ő szépen kézzel csináltatja ezt a dolgot, ez nagyon klassz. De vannak ilyen nagyobb kiadók, akik azt mondják, hogy mi? 100-nál könyvnél kevesebb a jövőket, az tök égő, tehát én 100-a jövök ki, de erre van egy hónap. Most akkor el tud képzelni, milyen gépezet az, ami átereszt magán mondjuk 100-200-500 címért. Hát átfél, ebből a szempontból negatív példa, ugye most jött ki ez a Vétek olvasó, amire felpakoltak 200 könyvet, és én elsírtam magam tőle, mert hát ha már egy ingyen cuccot oda teszünk, aminek az a cél, hogy elfogadtassa ezt az egész ügyet a néppel, akik eleve úgy állnak hozzá, hogy hát ez az e-könyv, ez nem pöndörödik, nem szablik, nem frankli, nem jó. És akkor látnak egy olyat, amitől, hogyha a nyomtatásban látnak, akkor azt mondják, hogy mi ez a kotvány, hogy magyarban a bekezdéseket behúzás jelöli, és nincs közte sortávolság. Apróság. Pici. Tényleg CSS-ben két sor. Ezek az ingyen könyvek, aminek mindnek tök ugyanaz a borítója, ez is miért? Tehát egy borító könyvben azért nem akkora cucc az. És úgy így feltolták, és hát ugye olcsó kus hígalé. Ott volt egy kérdés. Igen, hogy elhúból szépen lehet konvertálni Amazon formátumra, viszont egy kiadó, hogyha a DM-t akarnak keretbe, akkor igazából milyen helyzet az elkészítésében? DM? Mi az a DM? A DM az a fából vaskarika. Hála Istennek Magyarországon ezt már elbírtuk olyan szintre tolni, hogy a technikai DRM-et azt nem veszik meg. Tehát aki abba a pénzt öl, az pénzt dob ki. Az a baj, nagyon jól adom, aki csak akkor adja oda a könyvet, hogyha garantálja. Ez el fog múlni. Tehát ez... Mi van, ezt kell csinálni, tehát nem tudjuk meg a könyvet, hogy a piacra. Nekem sem tetszik. Nem, tehát ez pontosan iszletős háborúkat folytatunk ezen a fronton. Tehát aki Magyarországra bejön, az úgy adhat DRM-et, hogy úgy hívják, hogy Amazon, vagy pedig elfelejti a kemény DRM-et, mert nem tudja. Magyarországon a magánkézben lévő e-könyvolvasóknak a 80%-a minimum kalkuló Kindle. Ha valaki nem akar keresztül menni az Amazonon, és nem akar 70%-ot leadni az Amazonnak, akkor elfelejti a DRM-et. Bocs. Jó. Ez nekem jó kérdés. Nem, muszáj. Még kérdés? Még időkérdésre? Utolsó kérdés. Utolsó kérdés. Utolsó kérdés. Ha, ott egy kérdés. Alapból, amikor nyomtatásra kerül egy könyv, akkor csinálnak egy PDF-et, abból nem lehet csinálni. Nem. Nem. Nem vagyok itt valami. Ne, semmi gond. Nagy kérdés. Akkor most így elhessegettem ezeket a PDF felhőket. Ugye, akkor azt mondjuk, hogy e-könyv, mi az e-könyv, akkor rávágják, hogy PDF! Nem. A PDF az kiválóan konzerválja a lapképet, amikor az a cél, hogy a lapképet konzerváljuk, mert például rohadt komplex, vagy ezer másokkal lehet, akkor a PDF kiváló dolog. De egy csomó dolog nagyon alkalmatlan, például nem alkalmas az áttördelése, nem tudja jól lekezelni azt, hogy a megjelenítő felett mekkora. A klasszikus e-könyv formátumok, amiket emlegettem, azok pont ezért jók, mert rugalmasak ilyen szempontból, vannak ezek az alaptézések, hogy mondjuk a
mi volt kiemelve dőlt betűvel, meg félkövérszedéssel, a PDF nem erre való, és ráadásul a PDF-nek az implementációja abszolút messze van ettől, mert egy PDF nagyon sok fajta lehet. Tehát fogom a fénymásolót, hogy átküldöm rajta a könyvet, akkor ilyen befényképezett bitmapek vannak, amiben például abszolút nem tudsz mondjuk szövegre vagy szóra keresni, ergo szótárazni sem, meg kiemelni sem. A PDF megengedi, arra jó. A PDF az egy kiváló archiváló dolog, ha a lapkép archiválásáról van szó, már a szöveg archiválására nem a PDF a nyerő, és mivel az egy ilyen saját ágon fejlődött, PDF-ből visszafejteni az vérhányás. Tehát a PDF-ből vissza, ez úgy, hogy csinált a címli? Nézzük csak meg azt, és akkor mondjuk, ha egy tördelőrendszerből jött ki, akkor szedjük ki a tördelőrendszerből, ami mondjuk InDesign, kiszedjük az EPUB-ot, mert nem jó az, de legalább használható, kiszedjük az RTF-et, meg a HTML-et, meg a PDF-et, hogy hogy kéne kinézni, és akkor ne kellünk összerakni. De ez az az imént vázolt kézimunka, ami elég sokba, sok időben, sok pénzbe kerül. Kérdés, utolsó volt? Nagyon szépen köszönöm.